visszaidézik, hogy a 30-as években, 40-es években hasonló ruházatban, esetleg hasonló ideológiai megfontolásból már jól menetelt. Látszik, így van. De ezt érted? Te ezt érted a gárda masírozásból? Cigányemberként, hogy ezt érzed? Ezt is. Ugyanígy, mint Siófokon felvonultak a cigányok, ott sem fenyegettek senkit, csöndbe vonultak végig, erőfitoktatás volt. Tehát ők se fenyegették a magyarokat, hogy ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz, hanem csak szépen elmentek, hogy vannak ők is egy páran. Hát ennyi az egész történet. Ezek még oda is csapják a lábukat, vezényszóra fordulnak, mint a katonák, tehát olyan egyenruhában de a probléma, amire fölhívják a figyelmet, az te szerinted is létezik. Így kell fölhívni a figyelmet? Tamás, nem, én csak azt mondom, hogy a probléma létezik, ők fölhívják, lehet, hogy még a megoldásaik nem jók, de lehet, hogy a figyelem ráirányítás sem annyira jó, de a létező problémáról beszélünk. De a kezdetük se jó. Aha. Miért kell félkatonai szervezetnek a ruhájába öltözni? Miért kell ugyanazt a nácikra hajazó gondolatokat pörgetni? A cigány értelmiség és a magyar értelmiség nem hülye. Abban az értelemben már egyből látta, hogy itt valami náci új szellemiség indul el. Most ma azt mondjuk, hogy cigányokat megregulázzuk, meg mit tudom én, miket mondanak. Hát most felesleges, cigányokat a törvény regulázza meg, de ugyanúgy a magyarokat is, és egyforma mércével mérjen a magyar bíróság. De van olyan idézeted, akár a Jobbiktól, akár a Gárdát, most próbálok vissza gondolni bármiről, ami egységesen a cigányságot, mint bűnöző népcsoportot említi. Bizony nagyon van. Szigorú, nem? Föl kell menni a weboldalukra, meg kell kérdezni. És úgy mondja, hogy a cigányok mindig itt. Bíbert, vagy ha nem tudom, hogy hívják ezt az illetőt, mert még a neve is rossz. Már most azt mondta, nincs, de volt egy ilyen genetikailag selejtek a cigányok, meg ilyenek. Hát senki nem bűnözőnek született. A Bíber nyilatkozat az inkább úgy hangzott, hogy van a cigányság gond belül egy olyan réteg, akikről ő ezt gondolja. Legalábbis így emlékszem. Nekem is van egy ilyen gondolatom a magyar társadalomról, aki bűnöző, és ott vannak bent a börtönben. Én igazat mondok én is akkor. Lehetséges. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy genetikailag... Én nem mondtam, hogy genetikailag. Én azt mondom, van egy réteg, aki most 16 ezer ember ül ma Magyarországon börtönbe. Én azt mondom, hogy nem cigányok ülnek börtönbe, és nem magyarok, hanem magyar állampolgárok ülnek börtönbe a független bíróság ítélete alapján. Hogy ebből kivallja magát cigánynak, és hányan, és miért, az legyen meg az ő titka és felelőssége. Nem mondom azt, hogy ránézésre, ha bemennék egy zárkába, nem tudnám megmondani, hogy 10 elítéltből 8 magyar, vagy 2 cigány, vagy fordítva, de meg tudnám mondani, de nem, nincs ehhez jogom, mert a törvény azt mondja, az a cigány, most így lefordítom a cigány kisebbség részére, az a cigány, aki annak vallja magát. Tehát a választási törvény is ezt mondja, én beregisztrálom magam cigánynak, ez vagyok. Ha a horvátnak, akkor horvát leszek, vagy ruszinnak, vagy örmény. Tehát nincsen. Bár nincs törvény, amelyik azt igazából meg tudná tiltani, mondjuk a te fejedben, az enyémben, Jobbik, Gárda, Gyurcsány, Orbán, bárkinek a fejébe ránézek emberekre, akkor azt mondom, hogy hát többé-kevésbé mondjuk ez biztos onnan a távol-keletről van, ez a közel-keletről van, ez cigány, ez magyar, ez lehetséges, hogy nem tudom én mondjuk indián, vagy éppen eszkimó, mert az ember ugye azért összerakja magában, hogy az élményei, meg az ismeretanyagai alapján, hogy be tudja kategorizálni, hogy aztán ez helyes vagy nem helyes. Én nem tudom, hogy ha rólad valaki azt mondja, hogy cigány, és csak ennyi, egy tény megállapítás, az mitől rossz, vagy mitől jó, mert az semmi. Te is azt mondod, hogy az gyakorlatilag nem jelent semmit, ha hogy cigány. Ha nincs hozzá kötve negatív eleve. Szó, pervertív értelemben még egy valami jelző, hogy büdös cigány, akkor álladja meg az Isten, ha azt mondja nekem, hogy cigány. Hát ezért nem fogom a fejét leharapni, de remélem ő sem azt mondom neki, hogy magyar, vagy cigányosan mondom neki, hogy gázsó. De ez azt jelenti a mi szemükben, hogy idegen. Tehát, hogy nem a cigány társadalom között van, nem az. Tamás, szerintem nem értünk véget ennek a beszélgetésnek, csak mert a műsoridőnk ért a végére, és azt gondolom, hogy lesz még miről beszélünk. Reméljük, hogy nem csak tragédiák kapcsán, hanem hogy valami előremozdulás is lesz ebben a történetben. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad a gondolataidat velünk. Én köszönöm, és ebben mindig partner vagyok, hogyha egy jövőképről beszélünk. Tamás, köszönöm még egyszer, minden jót neked. A mai műsor nagyjából itt ért véget, legközelebb egy hét múlva, május 29-én pénteken este találkozhatnak velünk itt az éjjeli menedékben. Addig is vigyázzanak magukra, és ha lehet, ne tévesszük szem elől egymást. Minden jót, viszontlátásra!